Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A fehérvári beszélgetésekben ma Kiss György, vagy más néven Kiss Gyuri lesz a vendégem, aki tegnap óta, vasárnap óta a Vörösmarty Rádiónak a munkatársa. Köszöntelek téged itt a stúdióban. Jó estét kívánok a televízió nézőknek, és szervusz! És most, hogy megszólaltál, szerintem így tudják is, hogy Kiss Gyuri, és hogy milyen műsort vezettél, és hogy... Ez nálam hosszas évek óta problémát okozott, lehet, hogy most páran csodálkozni fognak, de én mindig arra törekedtem, hogy egyfajta hang legyek a rádióban, és másfajta hang legyek az utcán. Egyszerűen nem szeretem azt, hogyha az embert megismerik, és hogyha valaki most itt visszakeresi az újságokat, vagy videóanyagokat, szerintem rólam én sok anyagot nem is fog találni, függetlenül attól, hogy én nagyon sokáig egy helyen dolgoztam, én valamiért mindig ugye elzárkoztam a médiától. Tehát nem igazán voltam az a karakter, az a típus, hogy én most, hogy ha-hó, csókolom, jó estét kívánok, tessék engem nézni a színpadon. Én úgy szeretem elvégezni munkámat a stúdióban, és abban éreztem jól magam. De egyébként nagyon meghatározó a hangod. Én most csak telefonon beszéltem veled, és így, tehát hogy így jönnek az emlékek, így a hangod szerintem így mindenki felismeri tényleg, aki itt a városban és a környékén él. Ugye tegnap kezdtél el dolgozni a Vörösmarty Rádiónál. Milyen benyomásaid, milyen élményeid voltak így az első adás során, mert én, ahogy visszahallottam, eléggé külföld, tehát hogy eléggé messziről jöttek aztán csetelők, üzenők. Milyen volt ez az adás? Az az igazság, hogy a közszolgálati jelleg azért úgy bennem volt. Én a 80-as évek vége felé kaptam lehetőséget Komjáti György mellett. Először, hogy az Éjszakai Koktélban szólaljak meg. Azért bejutni egy Petőfi Rádióba 18 évesen, hadd ne mondjam milyen hanggal, remektem, mint a Kocsonya és egyebek. Én mindezt élő egyenes adásban, azért egy kicsikét körbe kellett nézni. Ott meg kellett tanulni, tisztelni a kollégákkal szemben, hogy mi az a közszolgálatiság, mi az, amiért téged ott hallgatnak, mit kell adni a hallgatóknak, mi az a minimum, amit elvárnak tőled, precizitás, pontosság, tisztelet. Ez innen indult az egész dolog. Ha ez nem volt meg, akkor nem csinálhatnál semmit. Gondold el, hogy amikor én szembe találkoztam egy akkor is jelenleg is számomra hírolvasás terén a mai napig etalonként tisztelt Acél Annával, akkor én így vigyázban ültem, álltam, és ő az Acél Anna, a mindennek a mindene, és ilyen emberekkel voltam körbevéve. És ez a 80-as évek végéről beszélek. Hol volt akkor még kereskedelmi rádiózás? Tehát én akkor is ott kaptam egyfajta felkészülési lehetőséget arra, hogy miről fog szólni, hogy az embereket kell kiszolgálni, az emberek elvárják, hogy pontos legyél, tényszerű, és kiszámítható. Talán ez a legfontosabb a rádiózásban, ez a kulcs szó, a kiszámíthatóság. Igen, mert ugye eddig azért egy kereskedelmi rádiónál dolgoztál 24 éven keresztül, ezt azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy a Fehérvár Rádiónál, és aztán most jöttél egy közszolgálati rádióhoz, ami azt gondolom, hogy egy kicsit másabb. Ugye a kereskedelmi rádióban sok a zene, kevesebb a szöveg, itt meg azért több szöveg van, kevesebb a zene. Ezt hogyan élted meg tegnap? Én azt gondolom, hogy akinek legfőképpen a tegnapi nap emlékezetes lesz, az a Horváth Miklós kollégám, aki ott állt mellettem. Ezúton is köszönöm, Miklós, még egyszer. Nem volt egyszerű, tehát figyelni kellett a dolgokra, és aki nem rádiózott még, illetve gondolom, hogy a szakmából is nézik, azért az élőadásnál nincs szebb. Tehát bárki bármit, hanem világéletemben írtóztam a megvágott, felvágott és nem természetes jellegű dolgoktól. Szóval láttam a kollégámmal, a Miklóson, hogy úgy számoljuk a perceket, hogy meg kell lenni a perceknek. Szóval, amikor az ember kap egy újfajta adásmenetet, mindehhez egyébként hozzá lehet szokni. Mindent meg lehet tanulni, ha az ember azt akarja, de ha legfőképpen szereti. Az egyik legnagyobb hiba szerintem a rádiózásban, televíziózásban, hogy olyanok ülnek be, vagy mennek oda, akik azért kerültek oda, mert nincs más. Vagy valaki, és nem szereti. Úgyhogy szerintem, visszatérve a kérdésre, de nem lesz ezzel probléma, minden ugye idő kérdése. Itt most nagyon sok minden volt, tehát itt a régi hallgatók folyamatosan hívtak, üzentek. Nem is tudtam úgy hirtelen a Facebookon is, elnézést, ezt mondom, közösségi hálón, bocsánat, úgy lereagálni az eseményeket. Folyamatos volt az érdeklődés, és ez nagyon jól esett. És amikor én lehetőséget kaptam arra, hogy ide jöjjek, akkor megmondom őszintén, ez is majd egy külön történet, a gondolom, hogy szívesen beszélek róla. Egyfajta meghatottság volt bennem, mert én nem gondoltam volna, hogy itt, a városban, a Vörösmarty Rádióban rám számítanak. Lehet, hogy én voltam a kis hitű, vagy... De amikor az első telefonhívás érkezett, akkor úgy belenéztem a tükörben, és azt mondtam, hogy most a kamerán, Gyuri, téged felhívtak, Gyuri, téged hívnak, kíváncsiak rád. És ez nagyon jól esett. Hát azt gondolom, hogy azért kíváncsiak rád, mert tényleg nagyon szeretnek a hallgatók
mert olyan a hangod, olyan az egész hozzáállásod szerintem, ami még így a rádión keresztül, az éteren keresztül is átjön. De akkor hogyan is volt ez a bizonyos meghívás vagy kapcsolatfelvétel? Nagyon érdekes a történet, ugyanis én az előző munkahelyemen együtt dolgozhattam a mostani régi új kollégámmal, Bokányi Zsoltival. És az én akkori jó pár éves zenetor mixonban valami interjúra jött be, azt hiszem, hozzánk a Zsolt, és láttam rajta, hogy zenész ember, láttam rajta, hogy jól beszél, jó megjelenése van, tényleg szereti, amit csinál. Figyelj, ülj be hozzám, és azt hiszem, hogy az első közös műsorunk a Zsolt a Szerelmes Dalok műsorórája volt. Láttam, hogy a rockzene is nagyon tetszik neki, akkor már közösen is készítettünk műsort, és ott maradt nálam a Zsolt a Zenetor Mix utolsó órájában. És aztán ő egyik napról a másikra bizonyos ok miatt, számára kedvező okok miatt úgy gondolta, hogy az életében váltás következik, ő akkor továbbállt, elköszönt tőlünk, és ő hívott fel először, hogy hát nem hallunk téged most már második hete vasárnap, ez ugye furcsa volt. Azt szoknak mondani a városban, hogy ha egy vasárnap nincs a Kis Gyuri, az még lehet, hogy vagy ünnep van, vagy betegség, de hogy kettő vasárnap maradjon ki a Zenetor Mixból, ami most már 24 éve szólt heti rendszeressége, akkor ott már valami történt. És én elmondtam a Zsoltnak, hogy figyelj, történt itt egyfajta váltás, és én úgy éreztem, hogy ez nem az én profilom. Nagyon fontosnak érzem szerintem a médiában, remélem, hogy ez az esetek többségében így működik a médiában résztvevőktől, hogy az ember érezze azt, hogy mi az, ami neki jól áll, és mi az, amit meg tudná ő tenni, de nem lenne hiteles. Nem titok, most már mindenki tudja, hogy egy egészen másfajta rádió képviselteti magát azon a frekvencián, ott egy modernebb zenei világ van. Nekem azt is kellett játszanom a Kívánság műsorban, én azt is játszottam. De a Kis Gyurit úgy ismerik, hogy 70-es évek, 80-as, 90-es évek. Na most, amikor ez megszűnt, amikor azt mondták, hogy ez itt nem lesz, akkor én úgy éreztem, hogy na, ez az a pont, amikor haló, itt most talán meg kellene pihenni egy kicsit, és talán jön valami más. Gondoltál esetleg arra, hogy másik rádiót, amilyen nagyon országos, nagyon híres, nagyon nagy rádióhoz elmenni dolgozni? A szakma most engem nem fog szeretni. Az a baj, hogy ebben az országban, és majd itt azt fogják mondani, hogy fel kell tudni nőni a modern kor kihívásához. Tehát itt már semmi sem élő. Nagyon kevés dolog élő. És én egyszerűen nem érzem magam abban jó, hogyha például az előző munkahelyemen én ezt meg tudtam tenni, betelefonálnak a 81-esről, torlódás van, trafipax van, én azt rögtön el tudom mondani. Ettől életszerű, ettől van sava, íze, borsa az egésznek. És a hallgató betelefonál és azt mondja, hogy oké, bemondta, és ez ettől. Tehát amikor ezek megszűnnek, amikor késleltetett élő van, amikor már nem tudod adni önmagad, az valahogy nekem nem. És nagyon sokan azt mondják, hogy figyelj Gyuri, változik az idő, most már másfajta rádiózási szokás van, de ugyanakkor még tudom, hogy vannak helyek és értékek, ahol ennek van kereslete. És ennek nagyon örültem, amikor megcsörönt a telefon, először a Zsolttól kaptam egy invitáló, illetve egy érdeklődő telefonhívást, hogy mit szólnék hozzá, és akkor azt mondta, hogy úgy gondolom, hogy itt ez benni fog, és hogy én ezt szeretném. Igen, biztosan, hogy jól is jár, szerintem a Vörösmarty Rádió, az a Fehérvár Média Centrum veled, vagyis mi. Hogyan indult egyébként neked ez az egész rádiózás? Mert engem ez nagyon érdekel, hogy én azt hallottam, hogy neked volt már szakmád, azt hallottam, több hogy postás szakmás, is igen, voltál, minden, igen, nagyon sok is voltál. Hogyan akadtál aztán, vagy jutottál el végül a rádiózásig? Általános iskola valamikor 6.-7. osztály, nem voltak még kereskedelmi rádiók, csak a Királyi Rádió, a Petőfi Rádió, Kossuth Rádió, harmadik adókot talán még így hívták, harmadik műsor. És aki zenét szeretett volna hallgatni, két választási lehetősége volt, Komjáti György vagy Bétót László. Én ugye vasárnaponként, na most, ha lett volna rá lehetőség, akkor behoztam volna egy ilyen paksamét, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 14-15 éves koromban elkezdődött egy rádióműsor, és a megszólalások másodpercét mindent jegyzeteltem. Mikor van ez, mikor van az, és utána próbáltam magamban adás után egy ilyen forgatópapírt, na mi lenne akkor, hogyha ezt én csináltam volna? És nem szégyellem elmondani, ez úgy történt, hogy utána, amikor például a Bétót Lacinak volt a poptenisztenye, akkor én ott ezzel, meg azzal a kis technikai dologgal megpróbáltam őt utánozni. Én kaptam hideget, meleget, mióta itt a szakmában vagyok, még a Lacitól is annak idején, hogy mert én azt csinálom, amit a Bétót, mert nekem olyan a hangom, vagy majdnem olyan, mint a Bétótnak. Ez igaz. És a Laci egyébként, bocsásson meg a világ, hogy ezt mondom, ő egy nehezen megközelíthető ember volt abban az időben. Szóval bejutni a Petőfi Rádióban Bétót Lászlóhoz, amikor az egész ország őt hallgatta, 3-4 milliós hallgatottsága volt. Azt mondta, hogy figyelj, ne foglalkozzál ilyenekkel, ha ezt szeretnéd, szerintem benned van valami, lehet, hogy te rádiós leszel. Gondoljunk, hogy 87-88-at élünk. Voltam 17 éves.
Hogyan kerültél a rádióba? Mert ez azért elég érdekes, hogy 17 évesen már a Petőfi Rádiónál. Igazság szerint hát az iskola rádiózással kezdődött az egész dolog. Kitaláltam azt, hogy az ország iskola rádiósainak legyen egy közös hágerlistája. Ez úgy történt, hogy megírtam ezt a kezdeményezést, ezt az ötletet a Bétót Lancinak, és felhívtak a Magyar Rádióból, hát abban az időben még telefonvonalat kapni, az egy külön mese volt. Szóval utána visszahívtam őket, és elmondtam, hogy mit szeretnék. Hát fel kellene jönni, beszéljük meg a Bétót úrra, stb. Felmentem hozzá egy vasárnap, Bob Tarisznyi előtt én akkor még nem tudtam, hogy adásba fogok kerülni, és azt mondja, hogy te figyelj, ez nagyon jó ötlet, csináljuk meg. Úgyhogy beülsz, én majd, te pedig beszélj, mit csináljak én? Gondold el azzal a hanggal, azzal az akkori habitussal, és Pop-Tristén sérvegyenes adásban kitaláltuk, hogy legyen az ország iskola rádiósainak egy közös listája. Ez több hónapon keresztül ment, minden hónap első vasárnapján volt egy negyed óra, amikor erről szó volt, lejátszottuk, és onnantól kezdve úgy kezdtem magamba szívni ezt a varázsát, az egész rádiózásnak. Hadd tegyem hozzá, hogy a Laci volt az első egyébként a magyar rádiózás történetében, aki azt mondta, hogy nem kell technikus, én saját magamat lekeverem. Hát ebből aztán a korábbi munkahelyemen volt is némi probléma, nem örültek nekem a technikusok. Mert volt valami csúszás a rádió indulásának évében, és hát a technikus nem volt ott. Adásnak meg lennie kell. Na mondom, Gyurikám, ha ott a Petőfiben ezt meg tudtad csinálni, akkor majd itt is. Jöttek be, hogy volt adás? Hát mondom, úgy, hogy én. És akkor úgy kezdtem magabiztos lenni, hogy ez megy. Szeretem csinálni. És akkor már eljutottam arra a pontra, hogy akarom is. Egyébként így, ha azt tesszük, akkor ugye Bétót László a mester, tehát hogy aki a mestered volt. Amikor így először találkoztatok, vagy először hallotta a hangodat, akkor így észrevettem úgy, hogy tényleg van hasonlóság köztetek? Nem, szerintem akkor semmi nem volt. Én ugye, amikor őt elkezdtem tanulmányozni, figyeltem, akkor hát persze, ahogy a hírolvasók annak idején, ismerek a mai napig a médiában olyan hírolvasót, aki azt mondta, hogy figyelj, én ott ültem a tükör előtt, és elkezdtem olvasni az újságba, és én úgy akartam beszélni, mint az Acél Anna. Én azt gondolom, nem szégyen ez, tehát hogyha valaki valakit tisztel, becsül, megpróbálja őt követni, akkor ne hallgass el. Tehát vannak a világban élsportok, akik azt mondják büszkén, hogy kérem tisztelt, én tőle tanultam, én olyan akartam lenni, mint ő, most sikerült egy dolog. Tehát az elején ez még abszolút nem volt érezhető, ott fönt a Pop-Tarisznyában sem volt érezhető, mert ott olyan hangon beszéltem, én most valaki megmutatta nekem a 88-as felvét, nem ismertem rá saját magamra. Inkább azt mondta, hogy bár ne tetted volna, mert hát saját magamra azt mondta, hogy jaj. Tehát minden kezdet nehéz, szóval olyan emberek nincs és nem is voltak, akik rögtön profik, akik mindent tudnak. Valahogy el kell kezdeni, és ez vagy sikerül, vagy nem. És aztán utána mondja a Laci adásban egy évvel később folytatódott ezt tovább, hogy bravo Gyurikám, hallgattam, mintha csak a Pop-Tarisznyi szólt volna. Na akkor úgy már egy kicsikét, hogy ennek valami üzenet jellege volt. És én ott akkor, abban az évben, 88-89-ben én ott minden voltam, csak rádiós nem, mert hogy miért akarom én a Bétótot. A Lacit először idegesítette, utána azt mondta, hogy figyeljetek gyerekek, én örülök annak, hogy van valaki, aki ezt a fajta stílust, és ezt így ebben a formában tovább kívánja vinni. Ez most már 10-15 éve már nem probléma közöttünk, én azért, ha nem is napi kapcsolatban vagyok a Lacival, de hetiben dolgozom az ő internetes rádiójában is, és ezen már túl vagyunk. Ezt megbeszéltük, hála Isten eljött ez a pillanat, amikor már azt mondta, Gyurikám, büszke vagyok rám. Nem, büszke is lehet. Úgyhogy nekem ez akkor ott elismerés volt. És akkor ugye azt mondtad, hogy középiskolában volt ez, amikor elkezdted a rádiózás, de aztán hogy jött a pékség, a postáskodás, és aztán hogy kerültél újra, vagy... Igen, meg még a katonaság is. Tehát a katonaság tört elderékbe az életem, ugyanis akkor egy ma már nem létező kereskedelmi rádiónak a nevét nyilván akkor elmondhatom. A Danubius rádióban lett volna egy lehetőségem szombat délelőttönként dolgozni, de aztán itt a középiskola után érkezett a behívó. Én kaptam egy írásos kérvényt, igazolást, hogy jönnék dolgozni a nagy rádióba, és itt egy kedves, már nem is tudom a beosztását, Katona bácsi azt mondta, hogy hát én nem hallgatom ezt a rádiót, én egyébként a híreket hallgatom, úgyhogy maga katona lesz. És akkor ott 92-ben ott úgy nézett ki, hogy ott a világ összedőlt előttem, nincs se rádió, se semmi. És aztán vége volt a honvédségnek, akkor ez 92, túl már a középsuli honvédség, és utána éjszakai koktél, Komjáti Györggyel is sikerült megismerkedem, Haluska Imre barátomnak köszönhetően, ott is élő egyenes adásban, azért az sem volt mindegy. Tehát előbb kezdtem el a Petőfi Rádióban dolgozni, akkor már saját műsorral, Laci mellett még csak így asszisztáltak nekem, a Komjáti Györgynél viszont volt saját műsor, amiben volt egy saját műsorblokkom. Azért azt is hallgatták jópán. Tehát az az érzés, amikor az akkori klasszikus rádió, televízió újságba kiírták a nevet, hogy műsorvezető Kis György, hát
ugye vittem a lépcsőházba, mutogattam mindenkinek, hogy tessék megnézni, benne van a neve, tehát ez valami leírhatatlan örömteli érzés volt. Tehát innen indult már 93-tól igazság szerint az országos megszólalás, és az én Máté Balázs barátom telefonált rám 94-ben, hogy hello, hát itt Fehérváron volna lehetőség arra, hogy... Hát mondom, ugratsz, viccelsz, hát hol hallottunk még akkor arról, hogy helyi szinten rádiók meg ide. De gyere be, majd én megmutatom, hát akkor láttam először idézőjes vidéki városi rádióstúdiót, és aztán bementem az első nap, volt egy próba, beszélgetés, és akkor azt mondták, hogy mi szeretnénk, hogyha. És onnan az első naptól kezdve, hogy elindult a dolog. Ez most már 94 októberre, egészen ugye 94 július 17-ig, amikor én ott úgy gondoltam, hogy lépnem kell. És akkor ugye elindult. Majdnem 24 évig, igen. Igen. 24 évig létezett a te műsorod, ami aztán most tovább folytatódik a Vörösmarty Rádióban, a Zenaturmix. Mit kell tudni erről a műsorról? Milyen zenéket válogatsz bele? Mi a te igazi zenei világod? Itt 3 óra áll a rendelkezésemre, ott nem kevesebb, mint 6 volt. Ott úgy volt felépítve, hogy elkezdtük a naprakész sikerekkel, alkalmasint volt, úgyhogy a mostani popzenei életből bejöttek fiatal együttesek, akkor velük beszélgettem, tehát elindultunk a 2018-as napjaink sikereitől, és ahogy mentünk előre az órában, az időben úgy mentünk vissza, 90-es évek, majd jött az aranykor, ami miatt hadd mondjam azt, hogy igazából hallgatták azt a műsort, ez a 18 és a 21 óra között, itt egyébként ugye 17 és 20 óra között, 70-es, 80-as évek az igazi diszkójéra. Én akkor vettem észre, hogy erre meglehetősen nagy az érdeklődés, amikor kitárult az internet. Amikor azt mondták, hogy nézd meg a hozzászólásokat, honnan írnak. Tehát a közösségi háló nem állít valótlanságokat, látod, azonosítja magát a hozzászóló, és akkor döbbenettel veszed azt észre, hogy úristen, határon túlról is. De nem egy, de nem kettő, de nem három. És ugye amikor ez a bizonyos közösségi háló földobja a különböző oldalakat, hogy hol, merre osztották meg a te műsorodnak a reklámanyagát, akkor azt mondod, hogy na igen, azért már érdemes. Igazából a nagy referencia mindig a hallgató személyesen, és én abban sem hittem, hogy legyen egy ilyen retro nosztalgia diszkó rendezvényem. Én ezt elkezdtem pár évvel ezelőtt, negyed évenként egyszer összehívom a kedves hallgatókat, illetve akik erre nyitottak, és igazából akkor veszed magadon észre, amikor oda jönnek. Ez egy közönség találkozó számomra mindig. Én mindig is úgy neveztem ezeket a rendezvényeket. Hogyne. És akkor bemutatkoznak, hogy az az igazság, hogy mi Kőszegről jöttünk, vagy Nagykanizsáról, és itt béreltünk szobát csak azért, hogy most valami hihetetlen, hogy ezért a produkcióért, ezekért a 80-as évekért feljönnek az ország legtávolabbi pontjáról, itt maradnak. Én olyankor újjászületem, tehát a hallgatókkal így face-to-face, ez nekem minden. Ez azért lehet szerinted, mert hogy most Magyarországon ez nem annyira divat? Vagy hát most indult egy országos csatorna, nagyon országos mondom, rádió, ami azért játssza ezeket a zenéket, de hogy valószínűleg abbaért sokkal több értéket éreznek abban a zenében, mint ami most van? Én nem úgy gondolom, hogy a közönség ezt meghálálja. Tehát amikor a műsorvezető, akit a rádióban hall, és oda megy hozzá, és tényleg alázattal tisztelettel bemutatkozik, igen, én vagyok, azt tessék, hogy üljünk le, vagy tegeződünk, vagy magázodunk. Tehát amikor érzi, hogy vele azonos szinten van, abban az értelemben, hogy megbecsüli, hogy milyen ötlete van, milyen, azt a közönség nagyon tudja díjazni. Tehát én most már ezt több éve kivitelezem, ezt a közönség találkozót, ez valami leírhatatlan, csak bővül a kör. Kezdtem azt mondani, hogy majd elfogynak az ismerősek, a barátok, és ami még örömteli számomra, hogy ez nem csak, tévhit azt gondol, hogy a 40, 50, meg a 60. Tehát amikor kinyitom, ott igazából nagy fényfüst minden, a nagy diszkó kollekció közepett a szerem, hogy igazából is megnézem a közönséget, és látom a 17-18-20 évest is, aki ugyanúgy énekli a Modern Talkingot, a Bad Boys Bold, a Sissy Kecs, mint azok, akik mi 30-40-50 évesek, ennél nagyobb referencia azt hiszem nem kell. Akkor neked biztosan nagyon sok követőd is van egyébként a közösségi oldaladon, és akkor ott biztos, hogy nagyon sok visszajelzést kapsz így a munkáddal, és a most induló itteni munkáddal kapcsolatban. Igen, a hallgatóknak óriási köszönet jár, hiszen amikor én ezt abba hagytam, akkor rengetegen írtak rám. És ami az érdekes, hogy visszakeresve az üzeneteket, írtak a Vörösmarty Rádiótól is. A hallgató nem ötlet szintén vetette fel, csak megjegyezte, hogy reméli lesz folytatása ennek a műsornak, mert mi szeretnénk. Tehát elkezdték az embert keresni. Én erre igyekeztem felkészülni, hiszen Komjáti György és Bétót Laci azt mondta, hogy Gyurikám, a médiában semmi nem tart örökké. Egyszer neked is azt fogják mondani, hogy minden jót, Mónika, idézőjelben, vagy valami történik, és akkor menni kell.
Azt megtanultam, hogy ne sajnáltasd magad, én, és itt szeretném megragadni az alkalmat, nem véletlen volt az, hogy én nem köszöntem el, nem véletlen volt az, hogy én nem írtam litániát, én nem szeretem itt sajnáltatni a dolgokat, én azt gondolom, hogy napjainkban akit akarnak, úgyis megtalálnak, csak nyitottnak kell rá lenni. Ugye ez nem szándékos volt a színről való lelépés, én ezt így szerettem volna elegánsan megoldani, hogy majd úgyis rendeződnek a dolgok. És akik ott voltak, tegnap itt voltak a Vörösmarty Rádióban, adás után még egy óráig telefonon beszéltem. Tehát ez nekem egy születésnapnál is többet jelentett. És akkor ez azt jelenti, hogy online is hallgatnak, tehát akik külföldön élnek, ők kíváncsiak annyira arra, hogy akkor ők online felcsatlakoznak. Igen, hát én is kapaszkodtam, most nem mondom neked, hogy te is kapaszkodj, de amikor idejöttek Svájcból, eljöttek egy hétre csak azért Magyarországra, mert ők online hallgatók, és hogy szeretnének itt lenni. Mondom, komolyan? A buli miatt nincsenek rokonok Fehérváron vagy valahol a megyében, ezért ide eljöttek. Ez így van. Mondom, Gyuri, hát kellenél több? Nekem a város nagyon fontos, tehát egyébként úgy voltam vele, és most visszatérve a Vörösmarty Rádióra, hogyha nem kapok itt lehetőséget, egyébként én ezt be is fejeztem volna. Tehát úgy voltam vele, hogy nem is lett volna rá lehetőség, erről már beszéltünk korábban, hogy annyit változott a média, hogy ezt a fajta stílust, ezt a fajta korszakot, ezt úgy mellőzik, ezt úgy elfelejtik, ezt úgy lenézik, hogy ez nem kell, pedig kell. Pedig látom az embereken, hogy szükséges nekik, és nem csak az, hogy ha 70-es évek, akkor Village People és YMCA, mert azon kívül annyi nagyon jó dal van. Ez ugyanúgy elmondható a 80-es évekről, csak tudni kell összehozni a dolgokat. Amit te biztosan játszol is akkor a 3 órában vasárnaponként. És egyébként azt is mondjuk el így a tévénéz és a Vörösmarty Rádió hallgatóinak, hogy nem csak vasárnap van neked műsorod, hanem még milyen napokon is. Igen, októbertől kapok lehetőséget a Vörösmarty Rádiótól, kett, szerda, csütörtök, péntek állandó műsorsában 9 és 13 óra között. Ezt tematikusan fel kell építenem, nyilván igyekszem azokat a meglévő és bejáratott műsorelemeimet majd áthozni, amit megszokhattak tőlem annak idején a korábbi rádióban. És végre tudok úgy beszélgetni az emberekkel, hiszen itt kell is. Én ugye kereskedelemben nőttem fel, ott 2 perc után vagy rád szóltak, vagy azt mondták, hogy most már. Hát itt nem lesz a mondatnak vége 2 perc után, itt lényegesen többet tudom. Csak arra szeretném majd rábeszélni a kedves vendégémet. Ez idáig nem okozott problémát, hogyha lehet, akkor legyünk természetesen élőben, és úgy mondjuk el. Nagyon fontos volt az előző műsor struktúrában is, hogy a hallgató tudott rá reagálni, és csak az élő műsorra tud reagálni. Hát nyilván, hogy egy kicsit nagyobb vehemenciával rendelkezik a hallgató, ma már mindenki tudja, hogy kell kezelni ezeket a dolgokat, de ettől jó. Ettől mondják azt, hogy meg fogom hallgatni a jövő héten is. Mert tényleg nem ez a kikozmatikázott, ez a művi, tudod, hogy miről beszélnek, tehát mindannyian tudjuk, hogy működnek azok a dolgok, amelyek. És akkor tudod-e már, hogy így októberben milyen vendégeket fogsz hozni? Igen, hát itt a sokrétűségre támaszkodva részint itt a párkapcsolati dolgok elemzése. Nekem volt egy nagyon jó sorozatom az előző rádióban, és Rébnyák Roland barátom nagyon népszerű volt. Amikor a kereskedelmi rádióban ezt elkezdtük, én nem gondoltam, hogy ott meg fog szólalni a telefon. És felhívták a Zsoltot, hogy hoppá. Akkor én azt kicsit bátortalanok voltak a hallgatók, mert nyilván élő egyesen adásban senki nem teregeti ki a magánéletét, vagy mond egy másik nevet, semmi gond, ahogy tetszik gondolni, próbálunk segíteni. De hozzám jöttek a mentősök, jöttek a rendőrkapitányság munkatársai, ugye akkor nem csak arról beszéltünk, hogy mi történt az elmúlt 24 órában, hanem az emberi oldalát is próbáltak megmutatni, hogy mi az egyébként, amit ő akkor ott és akkor a helyszínen tapasztal, lát, hogyan tudja magában ezt feldolgozni, és hogyan kell végül is, ők profi emberek, rendőrök, tűzoltók, mentők, tehát ők folyamatosan jártak be. Voltak, amikor autistákkal kellett beszélni. Az sem volt egy egyszerű feladat, mert azért a kis Gyuri, aki inkább zenei beállítottságú, de azért örömmel mondhatom, hogy sikerült helytállnom, vagy amikor jöttek a rögbisek. És én valótlanságot állítanék, ha azt mondanám, hogy mindig a rögbit nézem. De hát mindenre tudni kell felkészülni. Egy kérésem volt nekem mindig, tudjam, hogy ki jön hozzám. Mert tiszteljük meg a hallgatót, tiszteljük meg a vendéget, és hát saját magunkkal legyünk, tudjuk, hogy miről fogunk beszélni. Nagyon sok szerint hízik ezt az, hogy te rádiós vagy, neked pillanatok alatt, akkor hoznod kell azt. Nem így működik a dolog. Tehát a felkészültség, amit korábban is mondtam, a kiszámíthatóság, az mindent visz. Az elengedhetetlen. És akkor elég sok színű lesz akkor ezek szerint a hétköznap is, és vasárnaponként pedig akkor a Zenetour Mix-szal várja Kis Gyuri, most már itt a Vörösmarty Rádióban, nálunk a Fehérvár Média Centrumban a kedves nézőket. Köszönjük szépen, hogy megnézték a fehérvári beszélgetéseket. Legközelebb is várjuk Önöket szeretettel, viszontlátásra.